feszes idomok, formás alak, kockás has. Mindenki, legalábbis legtöbben arra vágyunk, hogy tökéletes alakkal, kidolgozott izmokkal és igazi strandszezonhoz méltó testtel rendelkezzünk. Ennek elérése azonban nem egyszerű. Orrom beszív és kifújja, sem nem akart. Szuper, na még egy 5 darabot. Egy fővárosi lakásedzőteremben vagyunk, ahol a hölgyek Ferenc Virág instrukcióit követve edzik testüket. Amit itt láttunk, az úgynevezett funkcionális tréning, egy új keletű módszer, ahol saját testsúlyan és különféle funkcionális eszközökkel acélosítják magukat. Ez a mozgásforma eltér a sokak által kedvelt aerobiktól, vagy a klasszikus edzőtermi edzéstől. Ez komplexebb, összetettebb, az egész testet átmozgató, megmozgató, különböző eszközös, kettlebell, TRX, padok, kézisúlyzók. Megérintjük a talajt, és egyszerre jövünk föl. Ezekkel az eszközökkel és persze szakértői irányítással szinte minden igény kielégítése találhat. Erősítés, fogyás, szálkásítás, egy általános közérzet, egy jó létérzés, egy funkcionális működése a testnek, ami az lenne ugye a legalsó szint, vagy a legfontosabb. Virág egyébként optimista a fiatalabb korosztály sportolási szokásaival kapcsolatban is. Úgy tapasztalja, hogy a jelenlegi kamaszok egyre többen és egyre tudatosabban edzenek. Sokan egészségmegőrző, sokan pusztán a jó megjelenés miatt. Natinak csak enyhe súlypont süllyesztéssel lesz ilyen kis lépegetés, feszes hassa. És ha már Virág a hasat említette, nos, a six-pack, azaz a kockás has kidolgozása korán sem egyszerű. Majdnem minden nap csinálok olyan gyakorlatokat, hogy a hasizmomat erősítsem, de egyébként úgy gondolom, hogy ez nem teljesen elegendő hozzá, hanem tényleg nagyon oda kell figyelni az étkezésre. Ahogy ezt Laura is megteszi. Egyáltalán nem eszem kenyeret és semmiféle olyan ételt, ami glutént tartalmaz. Tejet sem iszom. Nem mondom, hogy teljesen a tejterméket is kiiktattam, de mondjuk egy 90%-ban tejet sem. A cukorral pedig ilyen nagyon csínyen. A táplálkozás fontosságát Virág is megerősíti. Véleménye szerint az egészséges és fit léthez körülbelül 30%-nyi edzés és 70%-nyi helyes táplálkozás szükséges. És itt jön képbe a clean eating, azaz tiszta étkezés, ami hozzáadott kiegészítők nélküli, nem előre elkészített ételeket jelent. Fontosak lehetnek még a táplálékkiegészítők és a vitaminok, hisz az alap étkezéseink során nem tudjuk olyan magas számban bevinni ezeket a dolgokat. A zöldségeknek, illetve az ételeknek a ásványanyag tartalma azért az idők során csökkent, kimutathatóan, illetve hát sokat kell belőle megenni. Paprikából például több kilót ahhoz, hogy a napi C-vitamin szükséglet meglegyen. A D-vitaminnal egészen más a helyzet, azt táplálékkal be sem lehet vinni, napfény hatására képződik a bőrünkben. Péter egy táplálék kiegészítők forgalmazásával foglalkozó online vállalkozást üzemeltet legjobb barátjával. Itt a napi munka része az is, hogy a megrendelt árut bedobozolják. Most akkor a csomagolást. Csomagolást csináljuk, igen. Tehát csak lebomló alapanyagokat használunk, ezért is pecsételünk, mert ez egy nagyon környezetkímélő megoldás. Nagyon sokszor újra is hasznosítjuk a dobozokat, tehát a beérkező dobozainkat, térkitöltőinket is újra hasznosítjuk, és csak lebomló anyagokkal dolgozunk. Újra hasznosított doboz, újra hasznosított térkitöltő. Igyekeznek a lehető legkisebb ökológiai lábnyommal üzemelni, ezért nekik fontos az is, hogy csak magyar termékeket forgalmazzanak. Mindig is be akartunk szállni a kereskedelembe Petivel, és szerettünk volna valami hasznosat vagy jót árulni. A két fiatal közgazdász a Covid alatt a második hullámban indították el vállalkozásukat. Először Tamás nappaliában, amit azonban gyorsan kinőttek. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ehhez volt szükségünk még további forrásokra, és azt az opciót választottuk, hogy voltak kedvező kamatozású hitelek, akkor megnézzük, hogy ezek közül valamit igénybe tudunk-e venni, és hát szerencsére sikerült. Az elmúlt egy-két évben jelentősen erősödött az online szektor, vagy az online szolgáltatási szektor, és elsősorban azok a cégek jelentek meg nagyobb számban a piacon, akik online kereskedelemmel foglalkoznak. Az e-kereskedelem tehát egy kifejezetten húzó ágazat lett az elmúlt időszakban.
Sok már meglévő vállalkozás ment át az online térbe, sokan, mint a megismert Péter és Tamás, kifejezetten erre a platformra alakították ki vállalkozásukat. Amivel ugye jóval kevesebb infrastruktúrális beruházás jár, ugyanakkor ezeknek is meg kellett teremteni a hátterét, a székhelyét, illetve az ehhez kapcsolódó eszközparkot. Az elmúlt években az induló vállalkozások megtalálhatták azokat a pénzügyi banki termékeket, amelyek segítségével meg tudták valósítani elképzelésüket. A pénzügyi szakember szerint ez a lehetőség a jövőben is adott lesz. Vannak a piacon olyan szakosított hitelintézetek, melyeknek kifejezetten az a küldetése, hogy azokban a szektorokban nyújtson segítséget, azoknak a vállalkozási csoportoknak próbálja meg lehetőséget teremteni, melyek egyébként nem jutnának finanszírozáshoz. Mindenképpen érdemes ezeket a lehetőségeket is számba venni. Nekünk azonban azzal érdemes tisztában lenni, hogyha az egészségesebb élet útjára akarunk lépni, akkor milyen alapvitaminokat is kell a szervezetünkbe vinni. C-vitamin, D-vitamin, akkor magnézium, ez is egy gyakori hiány szokott lenni, akkor mondhatnám az E-vitamint, esetleg a cinket, hogyha valaki mondjuk a körmét, haját nem olyannak ítéli, vagy hogyha mondjuk valaki 30-35 fölött van és a bőrét szeretné karban tartani, akkor kollagént nyugodtan elkezdheti szedni. A Covid alatt talán nem meglepő módon az immunerősítő vitaminokat keresték leginkább, most azonban változott a trend. Most eltelt másfél év, és azt látjuk, hogy lehet, hogy ez a jelenlegi családtámogató programoknak köszönhető, de most azt látjuk, hogy a babaváró vitaminok a húzó termékek. Nos, ahogy hallhattuk, a vitaminok és táplálék kiegészítők szedése ajánlott, ha családalapítást tervezünk, de ha egészségesen, fitten, sportosan szeretnénk élni a hétköznapjainkat, akkor is oda kell figyelni a megfelelő táplálkozásra. Különben az eredmény például a korábban már megcsodált kockás has csak hiú ábrán marad.